Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Selbstgemachte und geschenkte Meisterwerke. Krippenausstellung in Saban eröffnet. Süßer Jink. Die Lebkuchenausstellung wurde dieses Jahr fertiggestellt. Deutsches Weihnachtskonzert im Kodai-Zentrum. Akkordeonspieler, Bläser und Tänzer treten im Advent auf. Spinnstube. Die Deutsche Gemeinde von Bonhard veranstaltete ihr Abschlussprogramm. In Saban erwartet die Besucher eine Krippe. Die Deutsche Gemeinde der Siedlung Branau fertigte und sammelte die besonderen Krippen, die jeder im Deutschen Haus bewundern kann bis Dreikönigstag. Das Gebäude der örtlichen Deutschen Gemeinde ist die Heimat der deutschen Nationalkultur in Saber. Neben wechselnden Ausstellungen erwarten die Besucher am Ende jedes Jahres eine Freilichtkrippe und ein Lichtshow. In diesem Jahr können Interessierte eine Sonderausstellung besichtigen. Im Gebäude sind selbstgemachte und verschenkte Krippen aufgereicht. Dieses Jahr haben wir eine Bethlehem-Ausstellung. Seit 2010 haben wir eine Ausstellung. Jedes Jahr eine andere. Haben wir schon Adventskränze ausgestellt und Adventskalender ausgestellt. Und dieses Jahr haben wir eine Bethlehem-Ausstellung. Dieses Bethlehem haben wir von der Gegend bekommen und viele von Saver. Ja, wir haben besondere Bethlehem auch, zum Beispiel eine Tiroler Bethlehem oder ein Lebkuchen Bethlehem und haben so ein Bethlehem, wo wir ein bisschen mit Technik gemacht haben. Wir haben ein Bethlehem mit Animation gemacht. Gott sei Dank, wir haben in der deutschen Selbstverwaltung zwei Frauen, die Frau Kaiser Mordi und die Anna, die haben das ganze Ausstellung alleine gemacht. Wir haben auch viel geholfen, aber das war schon letzte zwei Wochen haben wir vielleicht zwei drei Wochen haben wir vielleicht Arbeit gemacht. Diese Bethlehem haben wir auch von hier von Orten zusammengesammelt und manche sind auch von Mohács hier und von der Kirche, von hier von Salver von der Kirche und es sind viele dabei, was wir selbst gemacht haben. Es ist ein Bethlehem, was interaktiv auch ist dabei. Eine Krippe ist von Deutschland. Die habe ich dann von Deutschland geschenkt bekommen. Die steht auch da. Von mir sind auch selbstgemachte Krippen hier. Und das haben wir mit einer Frau, mit Anna Müller, zusammen zwei Wochen lang hier aufgestellt. Alle Bethleheme. Erst haben wir sie gesammelt und dann die Tische fertig gemacht. Und dann konnte man sehen, was und wohin diese Krippen kommen. Wo werden sie dann hingestellt? Selbst gemacht haben wir mit der Anna von Kuchen hier in der Mitte, geschmückt auch. Neben den vielen besonderen ausgestellten Krippen ist die Freilichtkrippe bereits eine alte Tradition. Die handgefertigten Teile werden gepflegt und nach der Adventszeit in einem sicheren Ort beschützt, damit die Menschen sie auch im folgenden Jahr sehen können. Seit 2010 haben wir diese Bethlehem gemacht, hier im Hof. 12 Jahre machen wir jedes Jahr, aufbauen wir diese Bethlehem. Wir haben damit Lichter, Lichtspiel, Abend und auch Musik, wenn die Leute da nach Saver kommen. 2009 haben wir ein kleines Bethlehem mit Josef und Maria und mit der Jesus. Und seit 2010 haben wir diese Figur, was jetzt gucken wir, von 10 ist das, ja. Wir haben diese Kleider selbst genäht. Da ist eine Gruppe zusammengekommen, so mit 8 Leuten. Und von Stoff haben wir dann diese fertig gemacht. Unten ist von Holz ein Gebäude, oder wie soll man sagen. Und dann das haben wir dann gekleidet. Und die Gruppe hat dann auch von Formen diese nachgeguckt, wie man diese macht. Und das dauerte lange, weil wir haben ja viele hier sehende Formen.
Und also ein Monat lang haben wir diese fertig gemacht. Und jetzt, das ist schon so 15 Jahre oder mehr wie 10 Jahre, dass diese großen Formen fertig sind. Und wir achten sehr auf diese und beschützen sie. Und nach Weihnachtenzeit tun wir sie immer weg von hier, dass sie dann lange noch benutzen können werden. Bis Dreikönigstag kann die Ausstellung in dem Deutschen Haus besichtigt werden. Auch die Lebkuchenausstellung Süßer Jink wurde in diesem Jahr fertiggestellt, was bereits für ein Jahrzehnt Tradition in der Siedlung im Komitat Tollnau ist. Der Deutsche Nationalitätenverein in Jink organisiert die Ausstellung jedes Jahr. Im Rahmen der Ausstellung sind nicht nur die für die Siedlung charakteristischen Gebäude mit Lebkuchen zum Leben erweckt, auch die umliegenden Dörfer bekommen die Gelegenheit zur Einführung. Az adventi időszak közelettével süteményekből készültek el idén is Gyönk és a környékbeli települések középületei. A Mézes Kalács falu a Német Nemzetiségi Közösségi Házban kapott helyet. Ez a 10. Édesgyönk Mézes Kalács kiállítás, ugye 11. lenne, de a pandémia miatt elmaradt. Tehát 11 éve én is láttam a neten, hogy csinálnak Mézes Kalács házikókat, falukat, és gondoltam, hogy Gyönkön is az Egyesület csinálhatna egy ilyet, és azért lett Édesgyönk a neve, minden évben ugyanaz. Ugyanazok az épületek szinte, de hát Gyönkön nem változik olyan sok minden, úgyhogy ugyanezeket sütjük meg minden évben. Ez évről évre fejlődik, hát az első alkalommal azt hiszem talán 6 volt. Azt is nagyon félve mutattuk be, hogy mit akartunk, az épületek nem akartak megállni. Már ahhoz képest igen, sokat fejlődtünk, úgy gondolom. Az Egyesület 60 kg mézes tésztát használt fel, ami csak az Egyesület tagjai, amit megsütöttek, de hát ez közel se az a kiállítás összese, mert nagyon sok vidékről érkező mézes kalácsház, a faluból, településről érkező családok, amit sütöttek, hát ez mind plusz természetesen. A Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület számára fontos a közösségépítés a hétköznapok folyamán. Így számos olyan programot szerveznek, ami megmozgatja a tagságot. Az Egyesületnek ugye 189 tagja van, és abból vannak minden rendezvényen megvan, hogy kik az aktívak, és így az Édesgyönk Mézeskalás kiállításnál is megvan az emberek, akik biztos számíthatók, és biztos sütnek, vagy jönnek dekorálni. Ez a harmadik hét, hogy készülünk rá, ugye mire meg elkészítettük a mézeskalás tésztát, aztán kiosztottuk az asszonyoknak, otthon megsütötték, aztán visszahozták ide a lapukat, vagy a félkész házakat, és akkor itt állítottuk össze közösen. Ahogy a Gyönk településre érünk be, úgy lett, igyekeztünk sorba rakni úgy. És most az idén először van mesesarok a gyerekeknek, mert a múlt héten jöhettek ki díszíteni a gyerekek, 17 csoport volt a 3 nap alatt, és az övékét is kiállítjuk, és majd a kiállítást, ha leszedjük, akkor megkapják az osztályok, óvisok, és akkor megehetik. Akik sütöttek és visszakérik, azok természetesen visszakapják az Egyesületét. Vasárdal is nagyon jó kapcsolatunk van, ők is minden évben sütnek, és ők is csinálnak rendezvényt, és az adunk nekik vissza. A gimisek megkapják a gimit, megehetik jó hétvágyal. Az általános iskolások az iskolát már nagyon várják. Szeretném megköszönni, akik sütöttek, valamilyen formában támogatták a Német Nemzetiségi Egyesületet. Köszönjük szépen! A kiállítást a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta, már majdnem minden német ajkú település talált magának olyan sajátos rendezvényt, amellyel élénkítik a település közösségi életét. Mittlerweile haben sich schon fast alle ungarndeutschen Gemeinden eine Spezialität ausgesucht, anhand der sie dem Gemeinschaftsleben vor Ort einen Schwung geben können und dabei auch ihre auf die Gemeinde charakteristische Eigenart zeigen können. Es gibt Stifolderfest, Hefeknödelfest, Paprikaschkochen, Bohnenfest, Strudelfest und ich könnte die Reihe noch fortsetzen. Aber ich denke nicht, dass ein Lebkuchenfest, eine Lebkuchenausstellung in diesem Format noch irgendwo gibt. Ich danke der Ungarndeutschen Selbstverwaltung für die Idee
und allen Veranstaltern für die Organisation, auch denjenigen, die diese wunderbaren Lebkuchen hergestellt haben, und das bereits schon das 10. Mal. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára a helyi oktatási intézmények gyermekei német nyelvi műsorral is készültek. A mézeskalács tárlat nagy népszerűségnek örvend a környéken, a helyiek is örömmel veszik a kezdeményezést. Die Frauen haben schon sehr viel gearbeitet, von zwei Wochen schon. Oder nicht nur die Frauen, die Männer auch haben mitgeholfen. Schwere Arbeit haben die Männer gemacht. Etwas. Männer waren auch dabei. Die Frauen haben geputzt, die Honigkugel gepackt und die Kinder haben die Honigkugel geziert oder gedekoriert mit Eiweiß, Puderzucker festgeschlagen und mit einem Creme haben die Kinder das mit großer Freude gemacht. Vom Kindergarten, Grundschule und Gymnasium auch. Az ünnepélyes megnyitót követően a baráti beszélgetések mellett mindenki szemügyre vehette a mézeskalács alkotásokat Gyönkön. In der Adventszeit bereitet sich fast jeder irgendwie auf Weihnachten vor. Ein Weihnachtskonzert mit dem Titel Stille Nacht, Heilige Nacht wurde von der Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung organisiert. Die festliche Atmosphäre wurde vom Kodai-Zentrum in Fünfkirchen ausgerichtet. Német nemzetiségi baranyai zenekarok és pécsi tánccsoport lépett fel az advent második hétvégén a kiváló akusztikájú pécsi Kodály központban. A Hímesházi Harmonika zenekar, a Hímesházi Általános Iskola és amiben korábban is jelenleg is tanuló diákokból áll, akik Székelyszabarból, Hímesházáról és Véménről valók. 8-an játszunk együtt harmonikások, és van egy énekesnőnk, szintén Hímesházáról, mint ugye harmonikások vagyunk. Én tanítottam őket az általános iskolában, és hát közülük többen is most még jelenleg is a tanítványaim. Az iskolában nagyon nagy szerepet játszik a német hagyományok ápolása, mivel mi a német nemzetiségi iskola vagyunk, úgyhogy több területen is ez visszaköszön, és hát a zenében is megpróbáljuk ezeket a hagyományokat ápolni, és a gyerekekkel is kiemelt szerepet kap a különböző sváb népdalok, fúvószenekari átiratok eljátszása. Ma este játszunk egy szép keringőt is, egy valcert, így mondjuk, és ez mellett pedig kis karácsonyi hangulatot fogunk teremteni. Német karácsonyi dalokból fog elhangzani kettő, és egy karácsonyi egyveleget fogunk még eljátszani, ami angol, francia és német karácsonyi dalok egyvelege lesz. Idén 82 éves a fúvósokból álló Ritter zenekar. Annak idején Ritter János édesapja alapította a zenekart még 1940-ben. Nagyárpádi muzsikusok alkották a tagokat, azonban ők lassan kiöregedtek, és a családi utánpótlás pedig felnőtt. Bátyám 67-ben, én 72-ben, utána bátyám két fia, az én fiam, lányom, most már a bátyám unokája, tehát mindig három generáció játszott együtt bálokba is, lakodalmakba is, és hát erre nagyon büszke volt édesapám. Nagyon sok magyar lakodalmat játszottunk, ahol, tehát ott egyáltalán nem is kellett sváb zene, ilyent is csináltunk, de régi, hagyományos sváb zenét is ugyanúgy játszok. Most jelenleg itt 12-en vagyunk, itt van a bátyám, a bátyámnak a kisebbik fia, mert a nagyobbik 10 éve kint van Németországban, ott él ma, az én fiam, lányom, úgyhogy vagyunk egy páran Ritterek, a többi tag meg az Érzbányász koncertfúvó zenekarból, mert mi ott játszunk mindnyáján.
Hármat játszunk tulajdonképpen, mert ennyi időt kaptunk csak. Lesz egy induló, meg két polka. Kressz Antal a feleségével együtt énekel, amióta ismerik egymást, és azóta egy párt alkotnak a magánéletben is. Így jött létre a Kresszó Duó. Immár 11 éve együtt lép fel a színpadon a Babarci páros. 5 évvel ezelőtt ugyanúgy itt voltak ezen az adventi koncerten. Nagyon örülnek a fellépési lehetőségnek. Gyakorlatilag két szólamban énekelünk a feleségemmel is ezeket a dalokat, főként magyarországi német népdalokat kísérek én harmonikával. Ma két nagyon régi karácsonyi dalt hoztunk, mind a kettő német dal természetesen. Az egyik az a 15. századból származó dallamra épült, ez a Maria Dur in Dorwald ging. Ez egy nagyon régi dal, és egyre több német énekes ezt kezdte újból feldolgozni. A másik pedig egy klasszikus Leiser Iseldesné, ami szintén egy német eredetű, a 18.-19. századból eredő dal. Úgyhogy egészen régi dalokat hoztunk, bár mégis mindenki ismeri. Korábban énekeltünk, illetve hogyha van rá igény, akkor két nyelven, magyarul, németül szoktunk operett darabokat is énekelni, de leginkább a fő profilunk az a magyarországi német népdalok ápolása, őrzése, gyűjtése és ezeknek a bemutatása a színpadon. Stille Nacht, Heilige Nacht elnevezésű karácsonyi koncertet Heil Helmut álmodta meg, a rendezvény szervezője ő volt. Régen csináltuk ezeket a nagy pünkösdi találkozókat itt Pécsen, és hát a rendszerváltás után ennek elég nagy hagyománya volt, mert hát akkor még a németeknek is, ha úgy tetszik, kuriózum voltak, jöttek be itten ezrével, a sportcsarnok szinte tele volt annak idején, de hát akkor beindult a vidéken, mindenki megcsinálta a saját pünkösdéjét, hát akkor le kellett szokni, mert hát nyilvánvaló, hogy aki helybe elmegy, ugyebár, olcsóbb, stb. Nem kell utazgatni. Így akkor mondom, akkor kitaláltam, hogy hát valamit kéne azért megint csinálni, és akkor jött az ötlet, hogy akkor csináljuk egy ilyen karácsonyi koncertet, ami a németeknél hát megint egy eléggé nagy ünnep, ugyebár, és hát elkezdtük akkor ezt a karácsonyi koncertet, sajnos most közbelépett a Covid is, és két év szünet sajnos, és most akkor folytatjuk megint. Hát én azt hiszem, hogy ez nagyon bejött ez a dolog, mert azt hiszem, hogy egyrészt, hogy nagyon sok jó együttesünk van, tehát zenekarunk, táncsoport, ének, duók, stb., akik nagyon szép koncerteket tudnak adni, és a másik, hogy egy ilyen előkelő helyen, mint a Kodály Központ, aminek ugyebár nagyon jó az akusztikája, stb., hát egy méltó megrendezése ez a karácsonyi koncert a német kultúrának. A pécsi német önkormányzat és az országos német önkormányzat is besegített a program megvalósításába, ami azt jelenti, hogy jelentősen támogatták a német karácsonyi koncertet egyéb szponzorok segítségével, tette hozzá Heil Helmut. Die Deutsche Gemeinde von Bonhard veranstaltete ihr Abschlussprogramm. Während der Veranstaltung konnten die Teilnehmer Weihnachtsschmuck basteln. Laut Iboja Köhler-Nee-Koch, der Präsidentin der Deutschen Selbstverwaltung, haben sie ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Forgolt és kötött díszeket készítettek a Spinnstube záró programján, a Bonyhádi Német Önkormányzat rendezvényén havi rendszerességgel, vagy akár egy hónapban többször is találkoznak a résztvevők. Mai napnak az a különlegessége, hogy horgolt és kötött karácsonyfa díszeket, karácsonyi díszeket fognak készíteni az asszonyok, elhozták otthonról, hogy már miket készítenek, és meg lehet látni, hogy tényleg nagyon-nagyon ügyesek. Horgolt karácsonyfa díszek, valamint koszorút körbe kötik, és azt díszítik fel horgolt dolgokkal. Tehát nagyon-nagyon kreatívak, és most megmutatják egymásnak. Van, aki köt, van, aki horgol, és ezzel zárjuk az évet. A Spinnstube úgy kezdődött, hogy pacskárukat kötöttünk, és azok jöttek, akik már tudnak, és azok, akik szeretnék volna ezt megtanulni, és közben kiderült, hogy nagyon sokan szeretnek himezni, horgolni, és akkor utána ez átalakult, hogy
bármit lehet már készíteni, és egymástól tanulnak. És mivel most már adventi időszak van, ezért jött az ötlet, hogy mindenki otthon már készül nagyba a karácsonyra, hogy megmutassák mindenkinek, hogy miket készítenek otthon, és így is egymástól tanulnak. Van, amikor hoznak leírásokat, hogy ő ilyen fajtát készített, és persze elővesszük a régi dolgokat is. Egy új dolog, hogy üvegre is készítettünk kötött üvegdíszt, pacskermintával, vagy pedig telefonra tokott pacskermintával, vagy pedig egész pici pacskert. Tehát nem csak a pacskert, hanem már a pacskermintát is felhasználjuk különböző dolgokra. Készült már pulóver pacskermintával, vagy pedig fejpánt pacskermintával, és emellett különböző technikával készült kézimunkákat is készítünk, és nagyon jól érzik magukat mindig a tagok, sőt vidékről is járnak be, de mivel adventi időszakban nem tudott mindenki eljönni, de nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép számmal megjelentek. A pacskerkötés az német minta, az német hagyomány, azt az őseink hozták magukkal ezt a tudást, sőt még a cikta juhat is magukkal hozták Németországból, ami egy kicsit kisebb juh, mint az itteni magyarországi, viszont hosszabb a szőre és finomabb. Ez Németországban már teljesen kihalt, de Magyarországon egy-két helyen még előfordult, tehát ezt is magukkal hozták. A horgolás az általános, de az, hogy mit horgolunk, vagy hogyan, az már különbözik, viszont a pacskáról esetleg még el lehet mondani, hogy azt átvették a magyarok is, és a szerbek is, tehát a körülöttünk élő nemzetiség is átvette, és vannak olyan települések, ahol horgoltak is pacskárokat nagyon-nagyon régen, tehát mi nem csak a kötött pacskárokat kutatjuk, hanem általában a pacskert, és elmentünk már Németországba, Romániában, Bácskába, tehát elég széles a tudásunk már ebben a körben, és a pacsker mintákat is gyűjtjük, most már több mint 300 mintát vittünk számítógépre, és különbözik az evangélikus, a református, a katolikus településenként is különbözik, és ezt mind meg tudják az itteniek. És van, aki Székely közöttük, van, aki felvidéki, van, aki vegyes, van, aki sváb, hát egy nagyon vidám kis, jó kis társaság jön össze havonta vagy havonta több alkalommal. Az elnök elmondása szerint egy sikeres éven vannak túl. Nagyon sok rendezvényünk volt, és volt egy kirándulásunk is, ami nagyon nagy dolog volt a csapat számára. Minden évben tervezünk egy kirándulást is. Ezzel már vége ennek az évnek, és jövőre új erővel, új lendülettel indulunk az évnek. Havonta találkozunk, de van, amikor havonta többször is, mert elmegyünk iskolákba, vagy pedig falunapokra többször hívták a csoportot, voltak Kakasdón, Lengyelen, különböző települések, majd pedig iskolákba elmentek, és a gyerekeknek megmutatták a tudásukat. Tehát örülök annak, hogy egy ilyen kis összetartó társaság van Bonyhádon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.